Megtelt az Alba csarnok, de most nem a lelátókon voltak több százan, hanem a pályán. Az Arkonik Alba Fehérvár utánpótlás csapatainak tagjai és a felnőtt férfi csapat játékosai sporttal zárták a 2023-as évet. A korosztályainkban a csapatok a kiemelt bajnokságokban játszanak, vannak, akik nehezebb csoportba kerültek, nagyon nehéz ellenfelek ellen játszanak, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen eredményes lehet ez az év. Előrébb tudunk lépni a tavalyihoz képest, és bízunk benne, hogy válogatott játékosokat is tudunk nevelni. Az évzárót hagyományosan minden évben megrendezi az akadémia. Idén 320 fő vett részt a sportrendezvényen a 400 fős Arkonik Alba Fehérvár játékosok közül. A felnőtt csapat ezévi teljesítményéről beszélt kameránknak Vojvoda Dávid. A 23-as évre nem lehet panaszunk, ugye a másik helyen zártuk a bajnokságot, úgyhogy ez egy jó eredmény most szerintem a csapatnak. Nyilván az új évannak nagy reményekkel vágtunk neki, úgy értem, hogy a csapat eddig hozza azt a szintet, amit mi is elvárunk magunktól, illetve a közvélemény, úgyhogy nagyon remélem, hogy a 24-es évadban is ott leszünk az élbolyban. Nyilván nem lesz egyszerű, hosszú még a bajnokság, de nyilván az a célunk, hogy újra ott legyünk a legjobbak között. Ehhez szerintem nagyon jó úton haladunk, úgyhogy remélem a hasonló folytatásban. A sportos évzáron játékos feladatok, All-Star mérkőzés, tripladobó és zsákolóverseny, 60 másodperces kihívás várta a kisebbeket, nagyobbakat, felnőtt játékosokat.